Ez az advent nem olyan, mint máskor. Bár a templomban a találkozási alkalmak megmaradtak, mégis mindaz, amit az emberek átélnek, és ahogyan megélik a mindennapokat, a templomban is megjelenik. Erről beszélgettünk Rabas Csavával, a Tolnaiak plébánosával. Nyilván gyóntatok is, mert az ünnepre készülünk lelkileg. Ezt a vírus óta, mondhatni, hogy az első hullám óta, lassan most már egy éve, hát nem a gyóntatószékben tesszük, hanem a templomnak egy sarkában. Úgyhogy ami levegősebb, és nem egy zárt terület. Tehát még a gyónások is működnek, azt gondolom. Aki szeretne lelkileg így is megtisztulva készülni karácsonyra, megteheti. Nyilván a közösségünk, ami hétköznap esténként szokott lenni, ilyen-olyan csoportok, azok most abszolút nem működnek. Tehát ebben is azért van egy nagy változás. Az adventi időszak a hátrányban élők, a nehéz sorsúak megsegítéséről is szól. Ebben a helyi Caritas csoport élen járt, amíg tehette. Caritas kapcsán szintén ezt láttuk és ezt mondtuk ki, hogy tartós élelmiszereket, tehát úgy, hogy most egy-két kilót, meg nem tudom hány kilót hozzanak az emberek, ezt nem kértük. Azt kértük inkább most, hogy Caritas logós perselyben dobjanak pénzadományt, és mi fogjuk ezt egyben levásárolni tartós élelmiszerként a rászoruló családok megsegítésére karácsonyra. Tehát, ha úgy tetszik, nem úgy történik a karácsonyi csomagoknak a beszerzése, elkészítése, hogy eddig, de lesz idén is, ettől függetlenül is. Nem unatkozom, mondja Rabas Csaba. Az advent meghozza a feladatokat. De a nehézségek mellett azt is látom, hogy egy lassulási, befelé fordulási folyamat is zajlik, ami jobban megfelel a karácsonyvárásnak. Időnként ez a csendesség, vagy az, hogy 8 órakor, nem tudom én, karantén van kijárási tilalommal, megmondom őszintén, én annak, hogy lecsendesedett ez a világ, nem bánom. Adventnek is kell, hogy legyen egy csendessége önmagában. Ilyenkor mondjuk az emberiség az a plázákban hömpölyög. Lehet, hogy így lesz még a következő hétvégeken is, de lehet, hogy ez sikerül egy picit átgombolni kinek-kinek a készületét szintén, hogy nem ezen múli. Tehát, hogy sok minden sallang van azért a karácsonyi készületben is, és ünneplésben is. Én azt gondolom, hogy ha a lényeg megvan, és ez egy ünnepi mise is számunkra hívő embereknek, és ha sok minden nem úgy van, akkor lehet mondani, hogy a lényeg, a sallang meg sallang.